Menyo Vaso Kakap Ksolasa. Nyam Jay Zakaz Gumbat AZ Advoltashas. Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mai játékunk Hogwarts Legacy, ami magyarítással fog működni, teljes magyar feliratozással. Ezúton is köszönöm azt hiszem a Night Vision teamnek a magyarítást. Most a laptopon próbálkozunk megjátszani. Össze van minden mindenkivel, mindenhova kapcsolgatva már. Elviekben lóv beáltáskon fogunk játszani. Meglátjuk, mire lesz elég. Igen, a összekapcsolgatás eredményeképpen itt vannak a kapott dolgok. Mondom, hurrá! Úgyhogy ő szerintük a válaszaim alapján Mardekárba tartoznák. Meglátjuk. És elvégbe a beállítások erre van átva, közepesen a effekt, a utófeldolgozás, illetve a látótávolság. Rakjuk közepesre. Ray tracing nincs. És Full HD-n vagyunk, viszont DLSS kiegyensúlyozotton. Úgy meglátjuk, mire lesz ez így elég. Vágjunk bele. Új karaktert fogunk készíteni, ugyebár minek köszönhetően igen, nálam ez így látszik. Nálatok vagy nem látszik-e? Kevésbé. Följebb. Talán így. A túlvilágos lesz, úgyis lejjebb vesszük. Roxford, boszorkány és varázslóképző. Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a Boszorkány és Varázslóképző szakiskola 5. év folyamára. A szemeszter szeptember 1-én kezdődik. A szükséges felszerelését összekészítettük, és az önnel egy időben, és azok önnel egy időben fognak megérkezni a kastélyba. Minden bizonnyal már tudja, hogy a kiskorúak bűbágygyakorlását korlátozó rendelet tiltja a 17 évesnél fiatalabbak számára az iskola falain kívüli bűbágygyakorlást. Azonban tekintettel a rendhagyó körülményekre a minisztérium nagylelkűen engedélyezte Eleazar Fig professzor számára, mielőtt kísérletével elindulnának Londonból a kastély évnyitó ünnepségére és a beosztási ceremóniájára, hogy közösen tovább csiszolhassák a jártasságát a bűbágygyakorlás terén. Szívélyes üdvözlete, Weasley professzor, igazgató helyettes. Na, hogy te karakter, őködöttök lehet automatice válogatni. Mindegyik egy más egyediség. Akkor szerintem nem néz ki rosszul a karakterünk, a grafika semmi. Arcforma az legyen ő. Bőrszín, oké, szemüvegből van háromféle is hirtelen. Női férfi meg az uni, de azt most nem kell nekünk. Akkor a hajforma. Na. Ne tudja, ez talán jó lesz. Mondjuk. A hajszín az fehér, mert nálam az a mánia, hogy fehér legyen a haj. Ja, elejére ugrottunk vissza, na mindegy. Ő lesz a fehér, ha jól látom. Akkor vannak itt női férfi frizurák, hosszabb, rövidebb, ha illetve itt a úgymond kopasz kategória is. Most azt nem akarom, ha hajam lenne, ilyen lenne kategória. Szeplő nem kell, bőrtónus az egyel kisebb, ez a bőrpír az arcon. És hát kapjon egy ilyet alulra, hogy legyen vigyori nyomó. Szemöldök szín, szemszín. A szemszín az legyen sárgás. Megint az elejére kattintottam, na mindegy. Nézegetni, hogy mik vannak. Különböző kék, meg sárga. Jó. Szemöldök típusból
jellegem. Legyen ilyen. És akkor a hang az normál. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hog. A few cobwebs and some dust. Egyre magasabb. I am indeed a student. És akkor itt lehet válogatni dolgokat, hogy férfi nő legyen, az szerint lesz rá hivatkozva, ugyebár név. Nehézségi szint hagyjuk normálon. Maszkulin hang, nem feminin. És akkor névnek pedig jelan tanuljuk meg írni. Kanon. Kezdődjék a kaland. Úgy tűnik lassan készen állunk az indulásra, azt mondja. Sajnálatos, hogy nem volt kicsit több időnk a varázslással foglalkozni. Feltételezem, hogy gyakorolt a varázslatokat. Igen, pályafutás nem találkozott senkivel, ki ilyen gyorsan meg tudom bánni egy használt pálcával, van nem a sajátunk még. Tekintélyes erőt fog képviselni, meg lesz. Megköszönte. Köszönjük a... Megjött a mókus fejű. George, the cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Hopponát. I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. A színházba igyekvőket megrémítette. I received your owl, I must say I best not speak here. Jó lesz, ha nem ott beszélgetnek. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see an old pile of rocks. Tesztrálók viszik a kocsit. És már repül is. És ott is van az első lehopponáló illető. Hát akkor nézzük az intrót. Companion. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Érdekes, amúgy a átlendető stabil 60-on fut, már kicsit vakító kintről a fény. Ugyebár mi új diákok vagyunk, 5 évesen, itt a kobordlázadás. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this.
It was the last thing she sent me. Na, itt van az érdekesség. It came to me via her owl. Üzenet nélkül jött. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe, presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nem látja, hogy ragyog. Sőse. Mi viszont látjuk. Merlin's beard. How did you wait? We did. Na, ham. Na, bagolyac túlérte. Az rop volt. Meg is jelentek a tesztrálok, ugyanis látott halált közelről. Az... A kocsihajtó az hoppon állt egyből. Vítóval magához húzta, és a sárkány luftot harapott. Are you all right? You're hurt. Perhaps megsérültünk egy kicsit. Take this. It's Wiganweld potion. That stuff will right you in a second. Erőnyerő főzet. De nem isszuk meg. Ugyebár négy üvegcsét jelez a jobb alsó sarokba. Ezzel megtanítja a Heart Potion rendszerre a játékost. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? So, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was called Portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this Portkey. Így már izgalmasabb a sztori. Why? Dupla VSAD-vel mozgunk. Sőt, meg kell mondani, nem néz ki rosszul a játék, de szerintem a fényerről lejjebb húzunk, mert az kicsit sok. Játékmentés. Nem lehet most manuál menteni, automata mentés továbbra is megy, ugyebár már még itt vagyunk az elejébe. Igen. Ő szerint ez a... Szépi út piszkálgatja. Videókártya memória igény az kérdőjel, mert hogy ugyebár 4 gigánk van. Hogy mi van, ha följebb rakjuk poénból mondjuk ultrára, azok kikapcsolva. Megint 60-ra ugrottunk vissza, valószínűleg egyébként, mert a renderelés ugyebár, hogy lent van, a DLSS miatt, az sokat számít. Igen. Fényerő kell nekünk. Ezt lejjebb húzzuk ide. Na nézzük. Töltenek be a dolgok, és 30 frame rate-ünk van, hát az nagyon karcsú. Viszont mennyivel másabbul néz már ki. Annyira nem. Legalábbis nekem itt a laptop kijelzőjén nem jön át, úgyhogy... Nagyjából felesleges lesz nekünk ultrán.
Szerintem. Az árnyék, ami mindig elviszi a dolgokat. Szerintem ez közepes fölé nem is tud menni. Oké. Mondjuk így. Na így, majdnem megvan a 60-unk. Meglátjuk, hogy milyen lesz, ha kell lejjebb vesszük, azért fölösleges nekünk itt a Ultra. Több mint 50 frame rate-ünk van, ez már egész tűrhető. Ha még följebb nem tudok nézni. De a fény eléggé vakító. Itt megvan a 60, ez animáció. Valós kód felföldön lehetünk. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. Ah, ennyit tudunk mozgatni a kamerán. And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. Na, keresünk utat oda. However faded it may be. Igen. Roxfordba vezető út. Nézzünk a lábunk elé. Igen. Balgom, jobbom nem csinál semmit. De most elővette a pálcát. De lőni nem tudunk. Kövessük Vic professzort. Már alapból futunk. Szerintem jól néz ki egyébként. Tanulunk mászni. Meg itt is fel. Igen. Igen. Shift-tel most már tudunk futni. Sétálni. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ott az út arra. Úgyhogy menjünk el erre. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miért kereste Ancient? Az az ősi mágiára dolgot. Én csak ámulok a sztorin egyébként, így magyar nyelven sokkal jó. Szerintem nagyon jó munkát végeztek a hobbi fordítók, és meg fogjuk látni meg, hogy mit fogunk... Hát itt egy bűbáj. Someone wanted to block this path. Azt hitte, hogy jég. Let's see some of that one work you were practicing. Na, tanuljunk pálcáskodni. Focus on the center. Alapvarázslat feloldva. Balgom. Excellent. Kiválók lettünk. Célpont kiválasztásához használjuk a kamerát. Oké. Okay. Akkor csak kattingatni tudunk. Éppen mennyire tudunk olyan visszamenni. A professzor ott eltűnt a bal szélen, jobb szélen. Vissza tudunk-e menni arra, hogy mindent is megsemmisítsünk. Oké. Okay. Nem hagyunk nyomokat magunk után. Úgyhogy elég szépen visszamegyünk. Túl messzire megyünk, ennél messzebb nem mehetünk. Oké.
karakterem tud lógni, és nem látok stamina csíkot, ami mozdulna. Oké. Okay. Akkor eddig tudunk visszajönni. És akkor oda fogunk átmenni szembe. Ja, mert ezeken a részek erre korábban játszottunk, de akkor nem magyar nyelven, meg nem mennyire jó magyarítással. Úgyhogy... Le is csúsztunk. Igen. Egyre jobban bánunk a pálcával. Ne dicsér. Bízom benne, hogy ezeken a beltáskon fogunk tudni végig játszani. Arra fel? Baj, azokat kapják, halnak. És akkor... Fölmászunk, jelzi is egyébként a... Csíkok a falon, hogy ez mászható. Üttünk egy luftot is. Nem baj. Úgyhogy... Ha sem néz ki rosszul. Hoppá, itt egy kincses láda, add csak ide. Ott van pénz már is. Haha, gazdagok leszünk, mire beérünk a suliba. Egyből mehetünk a büfébe elkölteni a dolgokat. Kár, hogy ott nincs büfé. Igen. Új a szél és hózik-zik-zik. Jól vesse meg a lábát. Tehát is futunk szépen, hogy jó legyen. Nagyon jó. Meg tud valamit. Megreparózta itt a világot. Ott lenne, nem bújik semmi. Azt mondja, mindjárt ott vagyunk. Éppen kapják a távoli objektumok is. Nagyon jól célzunk. Igen. Why would someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Találjunk valamit, ami nem ide illik. Miniterkép közepén helyezkedt cél, pedig az aktuális célt jelzi. Küldetés részletes tarnyomva a V-t. Csúcskúcs használatát követően Fick professzor és én a Skót felföld egy messzi sziklaszirtjéhez kerültünk. Fel kell fedeznünk a titokzatos romot, amelyhez a feltételezésünk szerint a Csúcskúcs vezetett el minket. Oké. Okay. Igen, nézzük. Professor, this statue. A szobor. Lehet, hogy az ő otthona. Nem történt vele semmi, illetve ott a térkép alapján, mintha itt balra mi át tudnánk futni egyébként. De akkor nézzünk körbe. Van-e bármi érdekesség itt a romok között? Nincsen. Professor, it's a mural of some kind. Valamiféle dombormű. Perhaps our host was a notice. Elismert látunk volt a vendéglátó. Ugye bár ott vannak szimbólumok. Ott jobb bent. Érdekes ott a sziklán a fénytörés.
pozitív értelemben. Ő a gyakorlás. Oké. Minden is kapja, vannak területi sebzések, adott egyszerre három tört össze. Szépen. Igen. That enchanted crystallized stone again. Megint ez a megbűvölt kristályosodott kőfa. Hasonló, mint ugyebár a dobozon volt, amit kinyitottunk, aminek más nem látta a csillogását, de még igen. Egy Fick professzor örülhet magának, hogy itt vagyunk neki. Erőt ezen nem jutna tovább. Elakadt volna azon a ponton, ahol van. What's this? Professor Fig! Szóltunk is neki. És szerintem az ott a Gringotts. Hát jön is a öreg. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Miféle terem? I don't see anything. Ő nem látja. There's that glow again, like the glow on the port key container. Hát akkor megvizsgáljuk. What in Merlin's name? Átkerültünk a másik szél oldalra. I don't believe it. A kamera egy bizonyos ponton tiltott. Jó oda. Csillár. A Gringottsba beléptünk. Ott egy alvó kobold. Hello? Kobold bankár. Mondja. Riad kiáltás. Az a fej. It can't be. Just a moment. Botyog. Welcome to Gringotts Wizard. Üdvözlöm Önöket a Gringotts Varállóbankba. Vault number 12, I presume. 12-es számú szép, ha jól sejtem. Precisely. The key. A kulcs. Your wife's port key. Yes, of course. This way then. Erre tessék. Kobold technológia. Stay close. Megfüttyög. After you. Önök után. Az úgy nice. Inside the cards, if you don't wish to lose them. Na go. Éppen haladunk. How many vaults are there? Körülnézni tudunk. Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now. És magyarán a bankár. Igen, óriási hatalommal vagy óriási vagyonnal rendelkezők engedhetik meg maguknak ezt a szolgáltatást. Igen. És akkor ez a vízes és semleges itt minden bűbájt, biztonsági óvintézkedés. Egyéb eredem buktat le a Harry Potter filmekbe Hermione meg a Ron, a Harry. Number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded. Négy évszázada épült. Helyenre megyünk. Settle in. We've quite a distance to go. Okay.
és meg is jött. Vote number. Szép szám. Vote 12. 12-es valószínű. Emlékezetes a mai nap. On your way. Menjenek. Hát nagyon bizalomgerjedte az öregnek a feje. Meg a másik elég sunyi egyébként. Fekete szemű a kalpánt, amit a dörvisért ragyogott. Ugyanolyan volt a sárkány a körülbelül, ez az gonosz mágia. Hát pár száz éve valószínűleg senki nem járt ott. És négy személyes a kis kocsijuk, plusz a sofőr. Kövessük Fig professzort, meg ott megy a goblin. Vannak lagjaink. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. Igen. Századok óta senki nem járt a széfnél. Oké. Mi? Viszont ezt a ládát akkor itt ki is nyitjuk. És kaptunk el egy animációt. Éppen magától nyílik minden. A 12-es szép. Na, sose tudjuk meg mi volt benne, mert Animation szelvitte, hogy ő közelebb sétált. Szépen belépünk. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Szembe már is ott van a ülen. Birtokosanak aztán zárja be. Be lettünk zárva. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio. Ott szembe villog már valami. Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Igen, space kell hozzá, ahhoz, hogy megtanuld a varázslatot, vezess végig a pálcát a jelkép mentén. Amikor egy körhöz érkezel, nyomd meg a megfelelő gombot, így a pálca mozgása felgyorsul. Egy. És akkor itt mellette még nézegetni is kell. Meg is lett. Revelio. Ez lesz a legjobb űbájunk, amit folyamatosan használni fogunk. Úgyhogy nyomjuk is meg a derbetűt. Ott láttam valamit. Lép közelebb és próbáld újra. Oké. Más ugyebár nem nagyon van. Érdekes, hogy nem az alapvarállatokat tanulgatjuk meg, ami jó pofa. És ott is van. Egy ajtó. Újra ez a szimbólum. Nem tudja, hogy lehet? I do, professor. That symbol has ugyan regyünk, mint az obszkó szélén lévő jel. Látok, megmutatják az utat a kormáremet, hogy hamarosan feltudjuk ennek a szépnek a titkát. Azaz mutassuk az utat, nyissuk ki. Hozzáér és már open is. Megtanuljuk a Lumos varázslatot. Igen. Kijutás ki kell érdemelni. I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Ringotban nem lehet hopponálni. Igen, és mi van, ha elnézünk más irányba?
nem tudunk futni. Revelio. Pedig engem az érdeke, hogy van-e valami bónuszáda, vagy ilyesmit a környéken. Hát, ha túl messzire megyünk, akkor ennél messzebb nem szabad menni. Akkor egyelőre követjük a dörreget. Most már fut. I see something up ahead. Igen. Ott látunk valamit. That glow again. Ragyog el, de a padló. Igen. Revelio, nem érdekel minket, ugyanis mi ezt a dősi megjelenések szerint látjuk. De jégbe lett. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Igen, ott is van egy tükörképünk, ha nyomunk egy Revelliót, akkor meglátjuk, mit kell csinálni. Igen. The reflection's still there, but the statue's position's not match. A helyzete nem passzol. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Körfénye forog, de nem engedi jobbra forgatni. Megtanuljuk a Lumos varázslatot, ugyebár itt az egérrel lehet a irányát változtatni annak, hogy merre felinduljon el a varázslat. És akkor utána itt a végén vissza kell fordítanunk majd, úgyhogy arra meg erre kell mennünk. Résszel elindítjuk, begyorsítjuk. Megint csak. És meg is van a Lumos varázslat. Elsajátítottad a Lumos nevű világító varázslatot, mely automatikusan bekerül a varázs készletedbe. A Lumos fény bocsát ki a pálcát hegyénél, melynek segítségével a sötét helyeken is láthatsz. Nyomd meg az egyes gombot a Lumos használathoz. A jobb alsó sarokban ott van 4 darab pont, azok között lehet varjálni. Ugyebár ők a varázslatink, amik hirtelen kérni vannak. És át is forgott. Már felén fordul a közepe. A fény követi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most jön a harc. Protego. Invito. Respendo. Na, már is 4 varázslat. Oké, ki kell védenünk a varázslatokat, a támadásokat. 1, 2, 3. Oké, csináltak a támadások. Majdnem kaptunk egyet hátulról. Ugye az öreg. És avval a lendülettel tűnt el. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Hát ezzel a lendülettel el is tűnt a öreg. Kérdés, hogy ő hova került? Where am I supposed to go? Körbenézünk a ládák irány. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. Igen, hogy abba az irányba menjünk. Csak gondolom, oda kell mennünk, ott van valami, ami világított. Revelio. Ott egy láda. Lumos. Ezt is felvehetjük. Oké, 72 az aranypénzünk. Revelio. Revelio.
úgyhogy tudunk menni sötétbe is. Megkeressük a többi ládát. Lumos. Lehet, hogy kéne nekünk fény. Revelio. Hova kerültünk amúgy? Ha annyira, akkor nem lehet felfedezni. Ebbe az irányba megy a... Revelio. Külön. Lumos. Oké, ott van egy ládika. That's where they're leading me. That glow again. Ismét van ez a ragyogás, azt mondja. Jó, valahol itt volt egy láda az előm. Bejöttünk mellette. Még 51 money. Lumos. Megvizsgál. Még egy szobor. Kettő is. Befedjük a két üzét. Lumos. Oké. Egy, kettő. És akkor keressük meg a pontjukat. Három. Ez könnyen adja magát. Harcolni kell, ha ki akar jutni. Mármint ha mi. Nem sikerült. Oké, megvan. Körül lenyomva a Q-gombot a Protego használta közben, hogy stuppor ellentámadásra elkapítsd az ellenséget. Elkapított ellenség nagyobb sebzés szenved, az aranyszínű számok jelzik. Oké. Hallott, közelebb nem tudtál volna jönni. Őt kéne kijelölni. Oké. Kapják halnak. Kapja hal. Majdnem. Éppen oda kell figyelnünk. Nem terátakoljuk őket szépen. Oltalmazó volt nincs. Oké. Okay. Akkor reveliózzunk egyet. Lumos. Add meg abba az irányba futnak. A shiftet, hogy fussál. Hát nem Protegot akartam, hanem Reveliót. Nincs elég nagy hatósugarunk ahhoz, hogy lássunk messzebb, úgyhogy lehet, hogy itt nincs már semmi. És ha csak úgy elfutunk ebbe az irányba, rossz irányba, akkor mi van? Akkor visszakerülünk, aha. Azt mondja a játék, hogy ne futkárod a rossz irányba, menjél a jó irányba. Semmi baj, így is jó lesz nekünk. Elgyorsulunk. És akkor nézzük meg ezt. Leomlott, és jött is egy kapu. Ott láttam valami fényt. Lumos. Ott is, aha. Nem tudom, mik ezek a piroskák. Visszakerültünk ide, cím, szóval abba az irányba menjünk, hát akkor megyünk ebbe az irányba. Azt nem lehet szétverni. Ahol két láda is. Ezt add ide nekem. Recs 49 money. És az NFL-én is volt egy érdekes ez a körbe effekt, nem is emlékeztem rá, hogy van. Gyatt a láda, nem baj, egyel arra kerestük. 36. Más valaki itt a környéken, senki többet harmadszor. Oké, hát akkor nézzük meg ezt a tálkát itt középen. Van benne valami elixír. Ez
kinyílt az ott. Hogy került? Miféle hely ez? Nem tudom, de ott lebeg a köredény felett. That is no mere basin. Ez egy merengő. That is a pensive. Csak egy egyszerű köredény. Reviewing memories. I wonder. Megnézzük az emlékeket. Follow my lead. Kövesd a példám. Vagy az utasításomat. Akkor beledugni az arcát. Na, az ott Merlin? Az meg nem tudom ki. A Rosewood, aha. Sziklap. Rockwood. We've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. Yeah. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Intrusion of memories. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. A nősi mágiát látja. Can I see magic? Traces. Ősi mágia nyomát látja. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam and perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Századok óta senki nem volt erre. And you, it seems, are the key to understanding why. We were all looked rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Valaki jön. Who were they? I don't know. But sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit. Rekhanszéfet keresik. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have a key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you did. Oh. Vault Ninch. I have no patience for traitors. Now. De annak nem volt vörös a szemem, még a másik kettőnek ott hátul, igen. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Kaptuk halunk. A terem elolvad, mert nem erre van kitalálva, és itt is van a dörző. Védelem aktiválva. Csat. I know a way out.
megvan a kiút. Nice. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. The Karutek? It seems those who set up the pensive, the locket, and the... Okay, lehet rossz irányba mentünk be. ...wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. És ki az erdőből, és ott van Ragsfarc, ott a vasút. Meg is kaptuk a főcímet. Party Games által készített Hogwarts Legacy. Loading screenezünk. De az itt Ragsfarc. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Locking sugar. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Jön a beavatási ceremónia. Das ez igazgató. To meet the headmaster. Az igazgató. Fig! Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? Bonyodalomokat. It seems the goblin problem is... Goblins! I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Mekkora eri pacs. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. And you? Nincsenek sokan. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Előkerült még valaki. Reggie Weasley. Welcome. You're just in time. Nice. Have a seat. Na hát akkor most jön a második beosztásunk, ha minden igaz, és nem betörti a netest. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Előtelek érkezte hozzánk. Elvárásokkal. Expectations. Na, hát szerencsére akkor nem tölti le a Warner Bros. Grimm regisztráció által létrehozottat, mert ott az szerint Mardekárba lennénk, mert ettől függetlenül bármi és akármi lehet.
Akkor menjünk a felfedezésekre. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle grounds. Alanyvágyó lélek. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Mordekar, nem á. Csak áttölti onnan. Persze, süveg figyelembe vesz a választásodat, amikor behoz valamelyik hátba. A ravasság, becsvágy és hatalom vágyról ismerten a Mordekárba akarna menni. Másikat akarok. Nyilván rengetegen ilyenkor egyből ugranának bele Harry Potter világából abba, hogy bizony Gryffindor. Viszont türelem, hűség és szorgalom, illetve intelligencia, kreativitás és szellemisége a holló. És szerintem első körben, mert nem tudom mennyire befolyásolja a dolgokat a négy ház, én nem mondom vagyok, hogy holló hát. And you've a ready mind, quick to learn. Igen. Azt szeretném. Igen, meg is lett egy archivment. Osztási ceremóniába. Kár is várt a ruhánk, holló hátassa. Ők is abban vannak, itt vannak a Gryffindor-esek, és nincs 60 FPS-ük. Nice. Oh, and one more thing. Még egy dolog. Due to the unfortunate injury on the pitch in the last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Idén. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Nem arról van szó, hogy nem lehet repülni, de a Quidditch nem lesz. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Azaz húzzunk onnan, mert már a vége a napnak. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Weasley professor nagyon örül nekünk. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Erre menjünk. Csóri kalapot meg csak ledobták oda. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one szóval I'm sure you're a toronyban egyik. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, okay. I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Én nem tud a feladványra válaszolni, oké. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? Élettelen lény nem ért sem ennyit. Can never have been. Ennyi. Egyből holtakról lett szó. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Reggelit fog várni I minket. Hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Most nem tudom, hogy a Mordekár az csak az első kérdés miatt jött, vagy amúgy. Amúgy nagyon szép. Arra nem emlékszem, hogy anno az első játékban mi volt. Akkor először játszottunk ezzel. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Irány a klub helyiségbe, mert nincs itt benn senki. Hát itt is van a ágyunk. Surdli. Úgy látszik akkor az a... Nem tévedek, az ott van egy olyan plakát, ami a... Rondkerülent csapata, akármilyen
csúszliknak a része. Oké. Nem jelöl ki semmit, úgyhogy itt fölösleges varázsolgatnunk. Itt ugye bár talán tud állni egy bagoly. Csak hogy jó legyen. Ahogy kell. Appleberry Arrows. Ez pedig ugyebár a valamilyen nyilak. 1612-ből. Hát igen, akkor ezek szerint nem ma kezdték a kvidicsedést. Dacis tükör. Megnézhetjük magunkat benne, milyen szépek vagyunk. Oké. Klubhelyiség valószínűleg fölfele van, akkor szerintem vagy hollóháttal voltunk előtte is, vagy fenne tudja, de nézzünk ide le. Ide be tudunk menni? Hát. Az a fal túloldalán lesz. Itt lent pedig van egy. Egy micsoda. Még lejjebb van akkor ajtó, vagy bármi. Nem nyitja ki. Ez bizony egy fürdő. És hát baromi esztétikusan van megcsinálva. Bar lent a térkép mutogatja is, hogy merre kell mennünk. Egyébként itt meg mint a ki lenne folyva a víz. Ott van egy férfi fej fönt a szobron, szobornak. Á, itt egy láda. Hármas szintű zár. Akkor még nem tudunk vele mit kezdeni, de úgy látom, hogy itt igen, hálófülkék vannak évfolyamonként. Vagy fene tudja. Minden esetre akkor menjünk legfölülre. Csak hogy jó legyen. Azt mondja, érdekes lesz. Pervert Clapton. Te ugyanabban az hátba tartozol. One moment. Watch this. Na, itt a mókamester. Rágyagrána. That wasn't quite the reaction I wanted. A reakciót vártad, de mindegy. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Honnan tudja, hogy megrázó útunk volt idefele? Janus, mögöttünk a pislaga kép. Mondom, nem ilyen napunk lesz. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Na hát Everett meg volt. Akkor be kell mutatkozni Samantának és Emirettnek. Amitnek. Oké. Okay. Csak úgy random pistikékkel nem lehet. Mi vagyunk az újoncok, igen, megy a sugdolódás rólam. Protego. Revelio. Ott van akkor a két karakter, akkor az egyik itt áll, jó van. Nézzünk körbe. Nagyon nice. Jó pofák a beszélgetések. Ó, itt egy láda. Ház láda, elhelyezés, akkor ide berakni fogunk tudni. Ezt meg meggyújtani kéne tudnunk, amit nem tudunk még.
Hát akkor bemutatkozunk neki. Neki kell? Nem, abba a irányba van, akit meg be kell, pardon. Furcsa lehet ötöd évesként kezdeni a Roxfordba. Vegyünk el egy almát, ingyen van. Ahol nincs alma, bezabáltuk az egészet, csomástól minden estül. Ő Samantha Dale. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. Nem talál egy helyet, ahol boldog lehet a növény. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Boszorkány fű palánta. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. Ilyen sok gyógyhatás ilyen kis növényben. I'm a bit of a thing for plants, as you can see. Na ő lesz a Hermione-nek akkor. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Vagy éppen a Neville-ünk. Is Dittany jobban tetszik, mert ő volt a nagy gyógynövényes. Is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Csak elmélet, mi persze. Igen. Jól informált. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, hát azért professzor. Told you about more than Wiganweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Augrabugosok imádják a növényeket? An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps. Hát, így van. But it runs in my családi hagyomány. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Gyógynövénytan a vérében van. Oké. Okay. Enki maga termeszt? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. A főzet, a készítés az mindegy. Úgyhogy örülünk neki. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Sok szerencsét az első napunkhoz, oké. Okay. Ugyan Emmit. Amúgy a feladatunk. Azt hiszem be kellene mutatkozom néhány diáktársamnak, bármennyire is kellemetlennek érzem. Hát végül is első napunk. Na, megyünk a Pistikéhez. Na, beszéljünk. Kukucs. Why, hello? Would you like to hello, take a szeretné look? Belenélni? Elmozgatva. Közben a könyvöket mocorognak. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Honnan tudják, hogy láttuk a sárkányt? It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ah, professor. Hát annyira nem érdekelnek a csillagok. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. Hogyha végigvoltuk az asztronómián, asztronógián, tanuljunk beszélni. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is it? Be seeing you! Nincs Pergamon. Az. Hey there. Okay. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Okay. Megpörgetjük. Semmi más. Akkor irány a tanárhoz. Igen, innen meg lejjebb gondolom. A Roxfort. Good morning. Jó reggelt. Ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here.
Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. El is lehet bukni az RBF-en. Here you are. Sziszt könyv. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Nice, egy varázskönyvecske. Egyből el is tüntettük zsebbe. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? In action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Okay, követhetjük. This way. Erre. Think szóval. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Revelio. Hollowheart Club meg minden. Futni nem tudunk. I certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Milyen a minden tudókönyv. Amúgy mit ír róla? A Wesley professzor adott nekem egy úgynevezett minden tudó útmutatót, követnem kellene, hát ha tud nekem mondani valamit még erről. Why don't you cast Revelio on this bust? And see what details the field guide can provide. Revelio. Ragozd a magyart. Minden tudó útmutató lap begyűjtése. Hollowheart mellszobora, minden tudó lapjai. Ezt a mellszobrot a Hollowheart ház tiszteletére alkották, és a fenséges Hollowheart toronyban található. Most oldottál fel egy minden tudó útmutató kihívás. A kihívások teljesítésével elért eredményed itt jelennek meg. Minden tudó útmutató kihívást és egyetlen módja, hogy tapasztalatot szerez, nyomjunk Escape-et. Ez itt a bűbájos fokozatod. A kihívásokból szerzett TP növeli a szintedet és az erődet. Akkor az a felső. Az alsó, minden tudó útmutató nyomon követi a kihívásaid állapotát, válasz ki a kihívások menüt a folytatáshoz. Itt van egy egerünk. Van itt eszköztár, felszerelés, térkép, küldetés, bagolyposta, főtörténet után lesz, akkor itt nem tudom mi van, ki van takarva, gyűjtemény, adottságok. Ez is a főtörténet után van. Nice. Kihívások 1%. Az útmutató első lapján begyűjtésével feloldottál egy új kihíváscsoportot. A kalandozásaid során feloldott új kihívások itt jelennek meg. Válaszd ki az útmutató lapját a folytatáshoz. Nyilván az ez. Van a felfedelés, a küldetés, a harc és a szükség szobája. Szóval ugyebár rengeteg minden lesz még itt a játékban nekünk, úgyhogy megérte újra kezdenünk így magyar nyelven szerintem, mert sokat fogunk belőle gyerészkedni, mondva, hogy majd el tudjuk olvasni, hogy mi van. És akkor itt van, minden kihívás szintekre osztott, minden egyes szintlépéssel különleges jutalmakat várnak rád. Az egyedi kinézetektől egészen az elengedhetetlen fejlesztésekig. Oké, gyűjts minden tudó útmutató lapokat a Roxfordban, az az egyes, és jár érte egy szemüveg. A Roxfordi díszviseleti szemüveg jár érte. Nem egy olyan nagy dolog, de az utána valót kinyitja, és a többi zárolt kihívás is bejön tőle. A jutalmakat a kihívások menüből érheted, de tér vissza a rendszeres, hogy begyűjtsd a feloldott jutalmakat. Oké.
Holló, hát melszobor meg lett. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Figyeljünk arra, amikor valami ott csillog, villog, vagy bármit csinál, ott kicsit dereng. Már olyankor lehet nyomatni. Pont elé van az, hogy mindenki alszik a Roxfortba, amit a mém is mond, mi megnyomatjuk ezzel a rebelliót. Úgyhogy várnak a tanórák, mondja mindezt, úgyhogy sétál. Az, hogy a képek mocorognak, ezek baromi jók egyébként. Tényleg a életet visszaadták a játék azon részében, amit a Roxfortból látunk, hogy él a világ. Na hát én lefutok el, és túl messzire megyek, de nem jó. Ukkadj meg, csaja. Na, itt van valami. Add ide. Hát nem mondtam, hogy tovább sétálhatsz. Oké, most jön ez a rész itt, szerintem. Nem. Akkor itt mi van? Köszi. És akkor ki kell találnunk a két dolgot, hogy mi van ott. Hogy melyik mennyit ér. Mert ugyebár van egy pókunk, van egy egyesünk, a 13, és akkor itt vannak a számok, hogy mi mennyit ér. Ami azt hiszem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számig vannak. És akkor a pók az elviekben ott van az 9, 9 meg 1 az 10, akkor fölülre kell 3, míg a Tomoa 0, 1, 2, 3-at ér. 3 meg 3, akkor alulra 5, fölülre meg 3 kell. Ja nem, azt ezeken kell beállítani, hogy alulra kell 5, 2, 4, 5, ami ez a olyan fejű. Előre meg 3, de már túl messze lesz tőlem, mi, hogy megcsináljam. 2. Már fölül van 9-ünk, meg 1 az 10, az kell 3, a 3-hoz kell a bika. Az az lesz szerintem. És oda pedig a... Hát, az mi akar lenni? Talán bagoly? De nem, mert a bagoly azt hiszem alul van lent. Mindegy, az a pacifántos fejükkel. Olyanunk nincs, akkor valamit elszámoltam. A 4 meg 3 az 7. Akkor oda a 4 kell. Akkor a kígyó. Ez. Nem. Jó, akkor átmegyünk előbb a tutoriálon, mert nem engedi. Perfect opportunity to show you how to use flu flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Van benne egy térkép. Megtaláltál egy hoppontot, vagy más néven gyors utazási pontot. A térkép segítségével bármikor használhatod a gyors utazás lehetőségét, ha már megtalált hoppont, bármikére eljuthatsz. Így, ha megnyomjuk a M betűt, bejön a térkép. Ez Roxfort.
Roxford két fő területre osztható. A térkép bal oldalra lévő területre laknak a diákok és a tanárok, illetve itt találhatok a Háda klubhelyiség és a nagy terem is. Igen. Nagy lépcsőház területe. Az itt is van, így bár itt bal oldalt is lehet nézegetni. Ebben a nézetben láthatod az adott területen található hoppontokat. Az öt hoppontokat már megtaláltad, itt például a Háza klubhelyiségében lévőt is, ezek világítanak ugyebár. Ugyanakkor a szürke hoppontok még megtalálása várnak. A térkép jobb oldalán található az oktatáshoz kapcsoló helyszínek, mint például a csillagvizsgálótorony, a könyvtár és a üvegházak. Melléképület, könyvtári melléképület. Willy professzor feloldotta neked a nagycsarnok hoppontját. Használd az AD gombokat a térkép forgatásához, majd a gyors a nagycsarnok hoppontjához a jel és a space gomba. Be lehet forgatni a mapot. Arra jobbra. Most egy loading screen keretébe át is töltünk magunkat oda. And here we are, quite the time saver. These stairs lead directly to central. Megtanuljuk a gyors utazást. You can get almost anywhere in the castle quickly from central hall. Igen, szinte bárhová lehet jutni gyorsan. Trapped valami? Happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to make sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost in the invasion. Akkor mondjuk el, mi a másik három. What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hoppett in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ah, that's titok. Nem, nincsen benne több. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Elvégre az öreg megkért minket, hogy nem mondjuk semmit. Professor Fig, your ears must have been burning. Professor. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting.
Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Of course. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Az a Sherlock-on mit csinálta? Trevor miért akarja kitörni a szoborkérdét? And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Oké, beszélnünk kell Fix professzorral. Eddig megvédtük a titkát. Beszélnünk kell Fix professzorral. Egyértelmű. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Igen, és akkor milyen bűbáj tanulunk meg. Elérhető küldetések a térképen követheti. Ez az ikon, ugyebár a felső pajzs, jelöli a főküldetéseket. A főküldetések teljesen nem csak folytatja a történetet, de új funkciókat ad fel, és tapasztalatpontot is ad. Néhány küldetés jelenleg le van zárva, melyen varázslat és vagy szintkövetelmény miatt lakat van, ugyebár lakatos pajzs. Ilyen esetben muszáj megfelelned a követelménynek, el kell érned a szükséges szintet, és vagy ismerned kell a küldetésre szükséges varázslatot. Új varázslatokat a professzor által kiosztott megbízások, ugyebár a tekercsikonok, és más küldetések teljesítésével tanulhatsz meg. Folytatáshoz kövessen be egy küldetést a jobb eger gomb megnyomásával. Sötét varázslatok kivédése óra. A mindentúl útmutató térképe szerint Hekat, egy Hiket professzor tanterme az asztronómia szárny alsó részében található. Ebben a kastélyban aztán könnyen el tudnék tévedni, talán a mindentúl útmutató talán mágikus iránytű V segítségével megtalálni az odavezető utat. Jutalmas lesz a Leviosa parancs. Illetve a bűbáj tanom meg, bármint varázslat. A mindentudó útmutató térkép szerint a Ronan professzor tanterme az asztronómia szárnyban található. Igen, útmutató a V-vel, jutalma az invító. Leviószázzunk, mert a lószán van a hangsúly, vagy invítózzunk. De jobb fönt látjuk, hogy az asztronómia szárnyban, ahol vagyunk, van 5 láda, amiből 0 van kifosztva. A mindentudó lapjából van 23, és a szemiflás szobor pedig 3 van. Szerintem akkor az invitóval kezdjük, mert akkor a lapokat meg tudjuk húzni magunkhoz, ha úgy van. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll nagyon enjoy személyes pálca lesz. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay, na de felhívta rám a figyelmet, hogy ennél több minden múlik ide. Igen. Oké. Okay. Új küldetés elérhető. Oké. Okay. Első napom Roxfordban. Megbízások nincsenek, itt el a kettő adott. Diáktárs küldetés sincs. Térkép. Kihívások. Itt lett egy ilyenünk. Legendás kesztyűt kapunk érte. Igen. Itt. Ugyebár ez lesz a 10 szemüven. A felfedezés, a harc és a szükségszabálya még nem elérhető. Gyűjtemények. Van 23 ruhánk a stanzetből. 69 ellenségünk lesz, plusz. Eszközből van egy, ugyebár ezt gondolom a szérum. Minden tudó lapokból van egy. Még hozzá ez. Ebből lesz 150. Állatok. Tulajdonságok. Felföld szerte megtartó banditák tábora ládájában lett benne. Felfedelés is, küldetés is, illetve kihívás is adja. Pálca markolat személyre szabás, 42 fajta, idézések, 140. A lapanyag, 16, seprűből meg 14. Adottságok menüpont zárva. Eszköztár, állatok, küldetéstárgyak, jegyzetek és nyersanyagok van. Felszerelésben meg itt van, amiket tudunk használni. Az a kinézetünket, azt kint tudjuk állítani. Látjuk, hogy az életerünk, a védelmünk és a támadásunk milyen. Támadás bónuszunk nincs, támadó érték határozza meg, hogy mennyire vagy hatékony az ellenség megtámadásában és megsebzésében. Védelem. Igen, mennyire lehet védeni és támadást kivédeni. Közérzeted és állapotod. Repülőhártásunk még nincs. Ő történet adja, seprű. Ő történet. Köppenytallár. Iskolai tallár van rajtunk. Pazar. Semmit nem ér. Csukja fel, csukja le. Öltözékek. Prefektusi egyenruha mellénye. És mi van, ha azt levesszük? Mi van itt? Strapabíró felöltő. Übájtan professzor tallár, azkabani rabkabát. Hát mi lettünk a rabok, méghozzá a 12-23-as. Sötét varázslat tallár, tök menő itt. Szarognak rajta, de is tipikus nekrokabát. Pontosabb a tallár vagy köppeny. Fanatikus iskolai tallár. Oké. Okay. Merlin köppenye. Mi vagyunk a csúzenvanok. Vagy a nincs rajtunk. Nincs rajtunk lesz először. Ezzel nem változott semmi. Pálca markolat kesztyű. Nincs mágikus tulajdonság, a fekete bőr kesztyű. Nem baj, vegyük föl. Arc kiegészítő a szemüveg. Arany keretes, de nem hordunk szemüveget most. Fejfedő. Sötét lapos sapka. Nincsen mágikus tulajdonsága, nem növel semmit rajtunk. Kis taxi sofőrösen nézünk így ki. Vegyük hát le.
sál. Természetes bés sál, szintén nincsen benne bónusz. Egész jól néz ki, illetve a fizika is jól reagál, ahogy itt rángatjuk a karaktert, hogy akkor hogy mocorom. Hát most az se kell. Egy tallár. Igen. És majd lesz olyan tudásunk is, hogy meg lehet változtatni a szabónál a dolgokat. A kinézetre pedig a prefektus egyenruha van nekünk csak. Itt opció. Ha levesszük, akkor egy egybe pizsamában vagyunk, ami van kakilójuk. Akkor öltöndünk föl. Így leszünk elegánt. Oké. Okay. Akkor itt látjuk a dolgokat. Oké. Okay. V-t megnyomva. Látjuk, hogy arra kell mennünk. Oké. Okay. Itt egy lapocska, ami a repked. Nem baj. Na, nézzük ezt meg, itt mi van. Törd magad. Szóval 21-nek kell lennie. És van egy olyan... egy olyanunk, ami 2-t ér szerintem. Ami azt jelenti, hogy... 13... akkor kell nekünk oda 8. Még az a pókot fogja adni. Rebellion. Itt van fent valami. Az a lenti. Barnál bármi, semmi. Ugye itt van a dolgom előtt, nem baj. Bagoly. Vagy éppen... Gekko. Ott a pók. Ide a pók való fölülre szerintem. Glent pedig van egy medúzánk, ami 9 elviekbe. Meg van egy olyan görcsünk, ami... 1-2... 0, 1, 2, 3, 4, 5-öt ér. 5 meg 9 az 14. És akkor kell oda nekünk még 3. Ami a kígyó. I fell asleep in transfiguration. Nem. Nem ez. 3-as kígyó a 3. Elviekbe. Na, hát igen, és ebből jól is számoltam, szóval aki eddig elakadt ezzel, hogy ez hogy működik, 0-tól 9-ig vannak a számok. És egyszerű matek. Lett egy koponyás és gyertyás tartó, meg egy napellenző szemüvegünk. Nagyon nice-nice. Oké. Azt még mindig nem tudjuk befogni, azért kell az invító varázslat nekünk. Hoppont felfedezve. Itt is van egy ilyen. Mi ma szálljuk Gergely szobra, a mindentudó lapjaiban. Az a behézelgő mosolyszobor, sima szájuk Gergely tábrázolja. A híres Gergely féle kenetteljes kence feltalálója. Aki használja a kencét, a világ legjobb barátjának hiszi azt, akitől kapta, legyen az bárki is. Oké, és meg is van mindjárt a szintlépésünk, illetve meg is lett egy jutalmunk. Legkönnyebben egy embertűs bekérés után. Elérhetőek a mellékküldetések, oké. Okay.
kihívások. Minden tudólapja is ez. Jutalom begyűjtve. A következőhöz 8-at kell megtalálni. Mihez kesztyűt fogunk kapni. Oké. Itt is láttam valamit. Várjuhat is ide, a nagy csarnok szökőkútja. Ez a díszett szökőkút a mágikus világ lakóit ábrázoló, részletgazdagon fargott szobrok együttese, beleértve a szökőkút alapját körülölelő sziréneket is. Jó, hát amit leselőztem, az egy szirén. Szintet léptünk, illetve Szaturnusz gyűrű, illetve a legjobb, szebb bolygója lesz. Okay. Na mondjad, te mit akarsz? Hello, I don't believe we've met. Oh, hello, I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Na mondjad. Bármit megtudtál róla? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Lumosnak van hatása, de el is mondta, hogy mit kéne vele csinálnunk. Are there any other empty paintings like this around the school? Igen, vannak üres festmények itt. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. Ezeket. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Ez is tök jó kezdésnek. Hát akkor nézzük rá. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lanor említette, hogy amikor a festmény közelében Lumos használta, azt felfedette egy nyomot. Ez nekem is ki kellene próbálnom. Hát ennyi, elírja a játék a dolgokat. A Lumos meg az egyessel jön be. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Igen, ez a dagatnak a szobra. Ez ott van le. This looks like the location from the painting. What could be so? Let's get you back to your frame, little moth. Elég szárt ez a moly. Jön a vissza Kevin, nem tudunk futni. Tudunk. Akkor kikapcsoljuk a varást. Csak vissza szárt. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Kaptunk is egy lapocskát. Meg is lett, kérem szépen. Most elárulhatjuk a titkot neki, hogy mi bizony tudjuk a dolgokat. Nem véletlen vagyunk hatalmas varázsló tanoncok. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Az az én titkom. Nem, eláruljuk neki. I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. Szomorú, hogy nem csináltuk meg. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to overexplain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that! Mint a moly a keretben, meg is lett. Oké. Azt nem tudom, miért tudjuk forgatni, még nincs meg. Kihívási feladatunk, hogy teljesítsük a három diák társküldit is. Meg közben el kéne mennünk órára amúgy. Ez itt nagyon nyomatja. Ez megvan, mert ide jöttünk először. Nyomunk egy vétit. Nem követünk semmit nyomon. Hoppá, hoppá. Akkor irány órára. Hozzá ide. Úgy, jobb gomba. Meg felfele van.
Ja, hogy mert azt odafogad, előbb kinyújtott kézzel volt, aha. Igen. Na, Hobarts már itt volt akkor is. Hát több száz év idegesíti a Codex szerint az embereket. A csillanás azt mondja, hogy van valami szerintem, de nem látjuk, hogy mi. Egy. Tudom, ide kell jönni, vagy egyel arra? Baromi jók ezek a nagy területek. Bár a játék azért is tört ilyen keveset, meg ilyen gyorsan be dolgokat, mert M2-es erdőn van a játék, szóval... az nagyon kell neki. A sima satásos erdők a töredéket tudják teljesítménybe. Hoppont felfedezve, illetve... és van egy tükör. Hát te valami... muzikalista részen vagy. Come now, Annabelle. It was a long time ago. De nagyon vitatkoznak még mindig. Ott volt valami. Nagyon muzikalista itt a minden. Egy augurán csontváza. Ez egy ír főnix, avagy egy augurán csontváza. Ez egy rendkívüli félénk modell, amely képes megjósolni az esőérkedését, és amelyről egykor úgy hitték, hogy gyászos kiáltása előrejelzi a halált. Mi rájutunk az első óránkra, föl kell a nap. Valahol lennie kell, amit keresünk. Tök jó, hogy úgy tükrödődik itt a arcolaton a cucc. Valami hasonló volt ott a képem. Ez is meglett. Ide jöttünk. Igen, te itt, oda nem mehetünk be. Te majd oda fölmegyek. Azért jó az, hogy ennyire föl lehet mindent is fedezni. Igen, ő a lát, nem lát kategóriával kell majd szórakozni, mert így nem hagyja magát. ...1421-ben mondom, milyen szép kőszipor, szintén tiszta igazság, mondja. Ez itt. És nem mond semmit. Csak itt el kell hisztizni. Ez egy kutya, nem? Hát... Kinti csont és kutyi-mutyi. Nézd bármi. Illius festménye. Ez a festmény a fiatal árva varállót Illius tábrázolja, aki egy Egger patronus megidézésével megmentette faluját és sereg Dementortól, és egy Rascidian nevű sötét varállótól. Ja, hogy az ott Dementor akart? Nem, az a sötét varálló mögötte a Dementor. És egy Egger patronust idézett meg. Az Egger patronus pedig lezúzott mindenkit. Itt semmi. Egy teszinti zár. Igen. Mészköpő. I think we should have a mooncalf in charge.
látni, hogy szeretnek dumálni. Ah, ez is újdonság, ott a hóborc. Az egyetlen színes kopogó szellem egyébként, mert a többi meg ugyebár monokrom kategóriát játszik. Hóborc. Nagyon szakad a nevetéstől, és még lejjebb meg. Jó, hát menjünk el órára először is. Ez ad valami? Itt? Már nem ad. Ezt is hiába forgatjuk. Ez itt? Nem ad semmit. Ezt is meg tudtuk forgatni. Ez sem mond semmit. Lumos. Igen. Ezzel se tudunk még mit kezdeni. Igen. Még följebb kell mennünk. A tükör, ami... Van ott egy-két festmény a sarokban. Az sem itt van, mindegy, majd akkor megkeressük. Cica. Na le, cica. Ennyi, innentől kezdve jó a játék, mert van benne cica, még hozzá... Bau! Nekit semmi, sehol, senkinek sem eddig. Ez a szobor. Nem semmi. Jó, itt följövünk. Itt egy Cerberus három fejjel. Mire be tudtunk nyitni. Lál, Recs 41 money. Revelio. Itt benn nincs más. Az, amit van, hoppá, hoppá, itt valaki készíti a főzetet ezerrel, kis titkon. Érdekes az a csőlehozatal, hogy simán egyenes tartályként nem tudták leküldeni. Semmi. Ez meg normál WC. Ez is. Mindegyiknél más csövezés van, ja? Unatkozott a készítő, aztán mindenféle csövet csinált, ez meg itt ránk is támad ezerrel. Lehúztuk, hogy csöndbe maradjon. És amúgy itt női. Hát, ha ne tudja, milyen dolgok vannak. Hely az, férfi, női, férfi. Tippem alapján az dönt el, hogy mi van. Igen, Fig professzor tanterme meg lett. Itt van. Lumos. Gyere ide. És ez az. Mert itt van a sarok, az a tanteremnél van az, ahova ez kellett. Akkor vihetjük vissza. Jó, messzire eljött. Valószínűleg ott csak fogta magát a sztárszárt, azt ennyi. Igen. Igen. Így. Oké. Ügyesek vagyunk, ez meg lett. Szóval akkor menjünk a tanteremhez. Amit megtehetünk amúgy.
gyors utalással is. Mert hogy... Itt professzor tanterme. Dacis erdő, Dacis kastély, meg a csónakház. Dacis baromi nagy csontváz. Oké. Okay. Akkor nem ide kellett jönnöm, akkor ez Fig professzor terme. A láda, ami ne lát, de nem kéne, hogy lássam. Majd vele is lehet szórakozni. Akkor mehetünk még följebb. De valami? We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Okay. Itt a lóra. Bármi gyűjthetőt nem látok így hirtelen. Mindenki tallárban, mi nem? Behind you. There is an open seat here. Hmm. Thank you. Hello, I am Nettie. So Nettie. You are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? This is Arabic. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Hmm. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Ex varázslatot talált, használták egymáson. Do you senki nem even nevet? Remember how to perform a basic summoning charm? Hmm? Senki sehol. Hmm. Harmadszor. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Neki nincs párja. Oké. Okay. Az, hogy megtanulnék végig kell vezetni? Jó. Pész. Oké. Okay. Majdnem utolért. Én Vito. Achio. Más névem. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Hoppá, onnan egy kis asszonyt egy kicsit túl misztifikálták. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Szép loading screenünk van. Különböző házak logóival. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst Quidditch us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Oh, potion of tequila.
golyózás. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Ez az, ami akkor sem ment. Na meglátjuk. Invito. On one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Megfelelő invitót húz közelebb. This like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Now I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Jön a gyakorlat. Nope, nope, nope. Ágám, mert bal gombra rá, hogy elengedje. Very good. Splendid. Tökéletes. 80 pont. Hiába nyomtam bal gombot, nem hagyta abba. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Nem lehet, hogy a lánya? Nagyon haverkodnak. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Szabályzat gomb? Let us... Okay. Armint. That is how it's done. Igen, arra tudunk jönni. I know everyone is watching, but try not to be nervous. Okay, állj meg ott. That's it. Egy szép ötvenes. Megmutatta, hogy ő is tud 50-est. A gond ott kezdődik, hogy ki tudjuk löpni a golyókat. Azaz, ha azt mondom neki, hogy ebbe az irányba gyere. Így senki nem kap pontot. Bár ott is maradhatott volna ebből az erővel. Oké, ő még egy 30-as beletolt. Akkor gyere, 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 gyere. Állj meg, állj meg, állj meg, állj meg. Leszkedtünk. Ismételni nem tudunk? Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Mindent eldöntök. Harmad. Igen. Not exactly your typical lucky. Not that I mind. Itt kell beremteni egy 30-as, ő meg keresztül néz rajtunk, de nem baj. Watch this. Gyere csak, lökd arrabb az enyémet. Nem a tiédet lökted arrabb. There we go. Így kell egy 50-esre húzni, mázli volt. Nicely done. Here we go. Na, meg itt te is ellököd a golyóma? Nem, ő nem csal. Yes.
Akio. Na, nekem három van az 50-esbe, úgyhogy nekem az, mintha többet érne. Úgyhogy itt nyertük. Kicsit átrendeztük a golyókat. Very good, both of you. Well done. És az, hogy nyertünk, az amúgy döntetlen, mert egy-egy. De hülyén állunk. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Örülök, hogy megérted. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadou just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ugandába jöttök. Is Ouagadou much bigger than Hogwarts? Ouagadou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, Ugandou. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Hogy néz ki Ouagadou? Is Ouagadou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. Porthegyei. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick, I could hardly make out anything at all. Először köd volt. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. A fényekkel valami nem 100%-os egyébként, ha megnézitek, mert össze-vissza ugrál. Azaz így most folyamatos, de ahogy a csajt mutatja szemből, mögötte össze-vissza lódol be, meg lódol ki a fény. Mert lehet, hogy csak simán a DLSS hibája, de esetre érdekes. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Ott nincs pálca, szerintem. Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadou uses one. Inkább a kölyösi mágiás. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without a wand. A felerősíti a mágiát. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Drámai lesz tőle minden. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Na, hát ön meg lett. Use Akio on humans, if you're so inclined. De mit akarsz ott? Clothing, to be precise, Sebastian. You... After my brother learned the summoning charm, it was constant Akio this, Akio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ő nem örült az invitónak. Lumos. Én gyűjtök benned, mit szólsz hozzá? Nem tetszett neki. Ez itt. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. Végtelenül bölcs, de kicsit őrült. Azért jó, hogy beszélsz és közben elmész. Na, professzor. You wanted to speak with me, professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Just to clear that, Lala. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late.
Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Feladat. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Nice. First class student meg lett. Kihívást teljesítve, szint lépve. Csak úgy boostolódunk felfele, azt kell mondjam. Hát és megyünk a kihívások menüpontra, küldetések. Meg is lett a kesztyű. A szemüveg még várat magát, köppeny lesz utána a jutalmunk. Nézzük meg, milyen kesztyünk van akkor. Vettük át a jutalmat? Még van, de csak akkor be kell zárnom, gondolom. Hogy megkapjuk, ott is van. Escape. Felszerelés. Kesztyű. Kinézetmódosítás F. Pardon. Legendás kesztyű. Titokzatos mintákkal varrott kesztyű, aminek főküldetés testével szerezheti meg. Sötét forrállatok kesztyű. Az a szegecses. Bűbájtan professzori kesztyű. Mardekárhád inspirált. Ezt azért kaptam, mert hogy mardekáros karaktert generáltam anó. Viszont akkor mi van, ha kiválasztjuk ezt? És azt mondjuk, hogy kinézett, nem látszik. Így. Mert ugyebár ilyenkor majd a bónuszokat lehet vele aktiválni. Az fölveszük a sálat is. De nem látszatjuk. Ugyanúgy igaz a fejfedőre is. Azaz, ha olyan dolgokat találunk, amik érnek, akkor a bónuszokat lehet használni belőle, és a mágia segítségével eltüntetjük magunkról, ezáltal a dizájnban nem változunk, de közben mégis rajtunk van. Mert ez a három változtatva van. Itt a kinézetet tudjuk változtatni. Az a egyenruha, a Viktorin és divathoz ragaszkodó diákok viselnek, ad ez. Ez volt rajtunk a prefektus is. Fiatal kalandiák, csokornyakkendővel. És akkor professzor ruhák, illetve rabruhát. Tehát a rabruhában viccesen nézünk ki Roxfordba, hogy hát azért van ez, mert nincs ruhánk, semmink nincs. És komolyan, fővarálló aztán rabruhába. Majd írjátok meg komment szekcióba, hogy rabruhába vigyük poénból a karaktert tovább majd, vagy ne. Úgyhogy megyük vissza a prefektusi ruhát egyelőre. Így ezek megvannak. Most már van invítónk a 4-es gombra. Ja, jóként megy. Na te mit akarsz, Samantha? Hello, Samantha. Nice to see you again. Hát te vagy a növényes. You certainly seem to hold your own in charms. Az egy kicsit nagyon a falnál van. I've been fortunate. Beginner's luck. Erdők szerencséje. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Oké. Okay. Nekem itt mit repkednek? Ott egy láda. Hát, érdekesen állom. Gyere csak ide. És vagy. Szóval azért kellett ez nekünk elsőre.
1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister of Boot or the Minister of Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boo, and he says it's a flat. Peeves, you'll get us all detention. Oh, and you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Paul Bort megtette magáit már megint. Egyes szintű zár, oké. Okay. Ó. Oh. Maragozd a magyart. Kell nekünk oda kettő. Ugyebár ez a kosfej. Ez. Lentre pedig... Van egy egyesünk, meg egy négyesünk, ami öt. Akkor kell nekünk még oda hét. Vagy kettő. 3, 4, 5, 6, 7, ez a lábas polip fej kell nekünk. Nem ez, nem ez, ez. Éljem. Meg is van, itt sárkányok vannak. Bármi bónusz nincs. Ládák vannak csak. Lett egy totemek gyűjtemény, ami frissítve lett. Meg egy vakmerő köppenyünk lett. Oké. Okay. Vakmerő köppeny varjon, mire jó? Támadás plusz 3. Nagyon nice. Ilyen nagyon úri lett. És ennek is lehet módosítani a külsejét, hogy nem látszik rajtunk, de már is ott van a bónusz rajta. Na. Akkor még egy kicsit folytatjuk. Ez egy elég hosszú rész lesz. I do get nervous when the owls fly into the great hall. One's bound to crash into me. Ideges a baglyok miatt. Kérjük be a másik térképet. Ezt a küldit. Abba az irányba elgyorsulunk. Oké. Okay. Szépen követjük itt a dolgokat. Ó, oh, már két cica? Egem. Te is kap simit. Előbb a szürke volt, most ez lesz. Double cica. Máó, azt mondta, máó. Jó is az. Igen, ez a szint kell nekünk. Meghozzá itt. Ugye már itt már volt gyors utazásunk. Ignita Vészmit. Itt meg különböző érdekes üvegű ablakok. Bardekár. Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it.
Ennyi. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, nice. Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay. Tehát tanuljuk a Leviószót. Mi olyan, mint a Leviósza. Megértsem szépen. Leviószán van a hangsúly. Now, let's try something a little larger. Próbáljuk nagyobba. Ennyit ne támaszkodjál, Mardekváros. Let us begin with a basic cast. Alapvarázsa. See how the dummy deflected your cast. Igen. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Komos, lebegtessünk. Remember, a surprise. Well, fájtsát. Kapta halt. Ennyi. Very good, but the best way to practice is by dueling. Most jön a párbaj. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Na, de akkor Q2 balgom. Levioso, Protego. Stupid. Bad for a beginner. You give as good as you get. Nem adtál, csak kaptál. Vigyorogtuk képen. Azért vagyunk mellénkébe. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Pont a hollóhátnak. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Nagy dolgokat várhatunk még entől. Ezt mondták a Harry Potternek is. From my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Mindenki a plusz feladatokkal jöhet, ez nem ér. That's enough spectacle for one. Ragozd a magyart. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Aha, akkor te leszel a labda. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Barajzott magát, you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Ó, de nem illik ehhez a karakterhez ez a hang. Igen, ez a két haver. Ja? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ebből is látszik, hogy nem tudtátok eddig használni a Leviosót. Na te mit akarsz? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert.
Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. But akkor nem is a saját pálcánk. Perhaps this wasn't your first duel. Hát, feltétlenül igaz, mert védtük magunkat. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, mind a kettő van. You might be a perfect fit for a certain exclusive dueling organization. Gyanúsan hangzik. Izgalmasan hangzik. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for the clock tower entrance, if you're interested. Okay. Till next time. Meglep. Még egy kis szint lépés, csak hogy jó legyen. Ott hiába tartom nyomva, nem nagyon hagyja meg. Viszont itt van egy láda. Árbajklub? Vagy Weasley professzor? Hát őt most túlteljesítettük, mert kettesért már hármas szinten vagyunk. Kihívások, bújdonság nincs most. Találkozz Weasley professzorral, illetve egy kérdőjel. Hát menjünk el először ide. Ott volt meg valami. Gyűjtemények. Idéző varázslatot gyűjtöttünk be. Oké. A szükség szobájában megidézett dekorációk és asztalok. Az idéző varázslatok rendszerint Roxmortban vásárolhatók meg, ezután pedig a gyűjteményekben találod őket. Azonban néhány idéző varázslat a pillangók közelében és viváriumokban rejtőzik. Király, egy ilyen polcot szereztünk meg egy ilyet. Más itt nincs. Más itt nincs. Oké, kinézetek. Meg lett a késztyű. A szemüveg. Oké. Mert azt mondja 20-60, akkor van itt még több is. Igen, itt a Merlin köppeny. Aha, ezt adta akkor az egyik festménykeret, amit megszereztünk, a pillangós. Itt vannak ezek. Milyen a koponya? Ja. Ezeket a DLC-k adták. Miber? Ja, Dark Souls pakkos verzió, nem a sima alapjáték. Akkor lehet, hogy azért van a Azkabani rab egyenruha is. Akkor lett lapok. Ugyebár amiket összegyűjtöttünk. Szökőkút. Aguár csontváz. Itt a sima szájú Gergely. Ilius festmény. Meg a hollóháti mellszobor. Másunk nincs itt, meg ugyebár elviekben a Felix Felicis van, amit szereztünk, mert el is jár a Dark Pakkos DLC-hez. Fogyasztó a sikerének esélyt növeli a cél elérés érdekében az, hogy egy játékbeli napra felfed egy nagy kifosztható ládák helyét térképen. Mármint ki az összes ládát.
Hát nem fogjuk elhasználni, föl fogjuk fedezni a dolgokat, illetve ott a receptúra, hogy hogy lehet megoldani. Recélszárnyú fátyolkák kell hozzá, meg egy meghajtó fűszára. Oké. Szerintem Nice. És akkor most oda kell mennünk, ami... There is the ver. Mi vagyunk itt, akkor föl kell jönni, el kell menni, arra kell menni. Erre fele nincsen őrlángunk. Nincsen őrlángunk. De lesz egy az óratorony udvarnál, amit begyűjthetünk. Akkor induljunk el. Arra. Ott bekukucsolunk, hát ha látunk repkedő lapokat. Éppen végig gyorsunk ebbe az irányba. Idebe. Öff. Már nyílt is. Igen, itt mi van? Átjáró a két rész között. Beszélgetni nincs kivel. Nem rívunk ki a tömegből kicsit se. Igen. Nem engedi fölemelni, pedig szerintem azt vissza kéne oda lebegtetni, ahol van. Nem baj. Menjünk. Lesz időnk meg a titkokkal foglalkozni. Egyes szintű zár. Megint ez a hülye. Vécé lezárva is. Elárad a fi... És... Hóborc egyébként, mintha testtel rendelkedne, mert csöpög róla a víz. It was granted my privileges, be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I remain, vagy megrajzolva, és gusztustalan is vagy. Remélem majd megszerezzük az adavakadavrát, és rajta kipróbáljuk, hogy működik-e. Ugyebár, néha látni azt, hogy úgy bebetörtenek dolgok, mert... Jordibá. Itt senki. Vízköpök pofáznának. Meglett ez. Ő már itt várt. Mit tudsz? Leviószával ki is nyitottuk, ami kellett. Oké. Meg vannak adva a varállatok, hogy mi mire jó. Az ott már azért volt, hogy a sárgát elfogadta a kék. Jó, na nézzük kis srác, mit tudsz. Segíthetek? Lucian Brattleby. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, Sebastian kezeskedik érte. I coordinated duels for Crossed Ones. A dueling club of sorts. Hoppa, hoppa. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Weekend. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does Crossed Ones work exactly? You show up. I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Nice. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yep, of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Crossed Ones, you could duel with a partner if you like. Your first time, I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along. Or duel alone. So, care to step into the ring? Ah, kunyomyuk.
Spectacular! Let the fireworks begin! Hát adok a fejek. Törd meg a sárga bűbájt, sárga, olyan megzavaró van előtt, mint például a lebegtető bűbáj, vagy a leviósza. A célpont rögzítése capszok segítségével célzás nélkül követheted az ellenséget, hogy bal jobbra nyillal tudsz váltani a célpontok között. Oké. Pusztulj el! Tart! Kaptuk, ma nem figyeltünk. Kapja, ha? Ruhába ment. Győzelem. Ledaráltunk mindenkit. Bár elég bénák voltunk szerintem. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you can be the next school champion. Már egyből mi lehetünk az új. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. Na hát akkor kell ellenfél. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. És mit nyertünk? Hope to see you back here again. Na, meg lett ez is. Még egy kis XP. Nice. Akkor jöhet is a küldetés. Oda. És itt van a közelbe pontunk, úgyhogy odautazunk. Kevesebbet kell itt most ugrálni. Közben a játék varázsa, hogy majd 3 órája megy a felvétel a MacBook meg átváltott piros módra, hogy 4,5-ig a szabad helyed, van 1 óra felvétel. Tesz. Úgyhogy ezt a küldét meg megpróbáljuk megcsinálni. Azt utána helyhiány véget, hogy meg kell szakítanom az adást, ha addig nem végzünk. Ez az egyetlen baj az ilyen játékokkal, hogy baromira sokat tudsz velük nyomatni, nagyon repül az idő. És hát, szippantja az embert a világába. Cica! Amelyiket lehet megsimogatjuk. El is mond Mount. Ah. El is mondott Mount. Oké, itt egy ilyen átváltoztatást tanterem. Weasley professzor. What about Mono. The room, professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. És volt nincs. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? No, Professor. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress nice. With some Jönnek extra assignments. Fejlődések. Még több munka! Ordít a karakterünk, és elfut sikoltozva. Hogy elfogadjuk. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Hmm. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Okay. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ennyi? Hát akkor mesélj a többiről, mint például a bájtalboltról. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Idéző varázslatok? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. Tényleg van itt egy olivandér? There's an olivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Hát akkor jön a pálca. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Hát kit vigyünk magunkra. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Vigyük Natkit. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Itt. Okay. Beszélj Ronan professzor, hogy megkapd az első megbízásodat. Megbízások olyan küldetéstípusok, amelyet Roxford professzorai adnak neked, és amik teljesítés esetén új varázslatokat jutalmadnak. Az első megbízás teljesítésére járó jutalom a reparó. Nevű javító bűbaj lesz, ez a varázslat több küldetés teljesítéséhez is szükséges lesz. Megbízásokat és azaz a kelőre haladást a minden tudó útmutató küldetések menében követhet egy nyomon. Oké. Okay. Vajon van itt bármi? Ebben a teremben, de úgy látom nincs olyan, arrafele majd lesz. Hát az elsorvat, meg újraépült. Oké, erre megyünk. És akar tőlünk az öreg. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Igen. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm. Tárterület segéd elindult az. Fixes things right up. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. Nice. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Jó, hát akkor csináljuk. I'll start on the task right away, Professor. Itt is van egy okosság. Professor, why must I complete these tasks? Nem akarok veled beszélgetni. To give... Good luck! Ezt szeretném begyűjteni. Biverin szökőkút. Átváltoztatástan udvaron található szökőkút tetén egy Biverin képmás található, amit diákok számára pihenőhelyként szolgál. Minden ellenkező híresztelés ellenére, amelyek valószínűleg Sir Cadogan indított el, minden bizonyosan nem az a Viverin,
amit a lélelmes lovak saját szándéka ellenére ölt meg. Meg is lett. Még útmutató tovább gyűlt. Nyívások. Meg is lett a kesztyű. Következőre egy sapka lesz. Jó. Gyűjteményekbe is került. Csak hogy jó legyen. Küldetések. Ronan izéje. Gyűjtsd be a repülőlapot a megrongálódott szobor mellett. Oké, meg a toronyba. Invítózni fog kellenünk. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Ott vagy. Lumos. Réde. Csak megtaláljuk, melyik gombot kell megnyomkodni. Másik meg ott van fent, azt mondja. A flying page must be around ott is vagy. Meg is vagy. Ez kettő lap azonnal. A négy gyorsabbak nem is lehetnénk. Mentsünk egyet, mert még egyszer sem mentettünk magunktól. Két órája pörgünk, ami nem igaz, mert már három. I completed the assignments, professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, the wand is a conduit of your mending. Óra jó vagy. Fész. Megvan. Mert nem volt bonyolult. Mi varállat feloldva. Javító bűbáj, avagy a reparó megrongálódott objektumok javítására használható. Úgy, mint híd, meg egyéb tárgyak. That's it. Very good. Yeah. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okay, megvan. Jó, ötös szintűek lettünk egyébként, zárójeles megjegyzés. Ott egy bagoly. Ott fönt. Ott. Jó. Na hát, szomorúan. Már 9 másodperc eltelt, jó, az megvan. Nincsünk akkor egyet. Ahogy. Szóval remélem tetszett nektek. Ugyebár már korábban játszottuk, most így magyarral a sztori érdekesebb egy kicsit. Én nekem itt újra felfedezve megint csak jó pofa. Ugyebár még nem tartunk ott, mint anó tartottunk, de így most nagyobb élvezettel folytatom ezt a szakaszát a játéknak, és kezdtem újra, mint anó ott, amikor már mindent elfelejtettem belőle, meg társai.
Úgyhogy ha tetszett, ne felejtsetek el lájkolni, ha úgy van, írjátok meg komment szekcióban nyugodtan, hogy a valarab ruhába folytassuk-e a többi adásba vagy sem. Ezen kívül a Gas Station szimulátoros rész is folytatódni fog. Most ez a kettő egyelőre nagyon tetszik nekem, úgyhogy, és annyira nem egy bonyolult, koncentrációigényes játékok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!